Az évszázadok során településünk meg annyi híres embert adott a világnak. 2024-ben rögtön két olyan évforduló is aktuális, amelyről érdemes megemlékezni. A Pentele Baráti Kör Egyesület egy bőséges, az előzetes tervek szerint több mint 20 állomásból álló jubileumi programsort állított össze. A 100 éve elhunyt Pentelei Molnár János festőművész és a 150 éve elhunyt Barkóczi Rosti Pál földrajzkutató fotográfus tiszteletére. 2024-et emlékévé nyilvánítjuk, meghirdetjük, és szívesen látjuk a közönséget az egész év folyamán. Több mint 20 rendezvényre gondoltunk, amiről gondoskodunk, és meg is tudjuk a többségét rendezni a mai helyzet szerint. Itt ma még ezzel együtt tervezetről beszélhetünk. Ennek az emlékévnek az az apropója, hogy 100 éve hunyt el Pentelei Molnár János és 150 éve Barkóczi Rosti Pál, a két neves polgára Duna Pentelének, és abból az alkalomból, ebből a kerekéfordulós alkalomból gondoltuk, hogy egy rendezvény sorozattal emlékezünk meg munkásságukról és más egyebekről is. Itt majd bele fogok pillantani abba a feljegyzésbe, amelyet a mai ismertetőn majd mindenki számára ismerté válik. A tájékoztatón természetesen nem maradt el a jubilálók méltatása, illetve kortárs művészek is közreműködtek. Nemzeti sírkert országos kataszterében ők ketten szerepelnek mindössze ebből a térségből. Pentelei Molnár János, aki Dunapentelén született, és Gyulán hunyt el, és Budapesten a Fiumei úti sírkert művész parcellájában van eltemetve. Barkóczi Pál Pesten született, és Dunapentelén van eltemetve. Fotográfus, író, akadémikus, a kultúra, a klasszikus zene, a közélet irányadó szellemi vezére. A védett sírhely helye Dunajváros kis temető. A korszakos művészetben, a honi művészeti és tudományos képviseletek világában kontinenseken túlnyúlóan is kimagasló és sikeres alkotóként ismerték el őket, még ma is sok vonatkozásban megfejtésre váró grandiózus életművel. Itt majd lesz egy kis ünnepi kivetítés, Pentelei Molnár János 32 festményét fogjuk látni jó minőségben. Aztán Barkóczi Rosti Pál a kortársak szemével fog előttünk megjelenni, majd leperegnek ezek a felvételek őróla. Aztán felkérem Kis Kálmán tanár urat, aki egy költeményt írt Barkóczi Rosti Pál címmel, és természetesen nagyszerű költeményről van szó. Aztán Gaspari Gábort is meg felkértük, hogy mondjon el két verset. Ezt követően az emlékév tartalmára kell rátélni, ami miatt én fogom tulajdonképpen ezt a kis feljegyzést. Pálinkás Bertalan ezt követően ismertette a tervezett programok sorát is. A bőséges kínálatban kulturális rendezvények, felhívások, kiállítások, bemutatók és zenés rendezvények is helyet kaptak. A két védett sírhelyet felújítjuk, és idén felavatjuk, mind a kettő tavasszal esedékes. Tehát Budapesten mi vagyunk a gazdái a Pentelei Molnár János sírhelyre állításának, felavatásának. Itt pedig a kistemetőben az önkormányzat vállalta ezt a feladatot magára. A Mondba kúriában, amelynek a megnyitását mindannyian nagyon várjuk, lesz időszakos Pentelei Molnár János kiállítása tervünk szerint április-júniusban, de állandó kiállítás is nyílik Barkóczi Rosti Pál munkásságáról, és a Pentelével kapcsolatos helytörténeti része is lesz ennek. Ezen kívül a Mondba kúriánál két koncertet is tervezünk, Rosti zenei világa apropója kapcsán. Itt csak megemlítem, hogy Liszt, Wagner, Erkel, Mosonyi ilyen neves zeneszerzők kortársai volt és baráti kapcsolatban voltak. Aztán nagyon fontos része a Barkóczi Rosti Pál kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben. Itt van egy ó és új anyag. Az ó anyag az maga Rosti Pál munkássága, a 47 fotográfiával és életművének a bemutatásával. Az új anyag pedig a Rosti díjasokból, amelyet évről évre kiosztanak Budapesten, azok közül egy kortárs kiállítást fognak még megrendezni ezzel egy időben. Aztán a kápolnában
Kronász Margit fog készíteni egy kiállítást a temető történetéről, illetve ott nyugvó neves halottakról, nem csak Barkóczi Rostipáról, hanem nagyon sok neves helyi viszonylatban fontos szerepet betöltő szeméről van szó. Ezt is kitárjuk, mert ez jelen pillanatban ezek az épületek zárva vannak, de megtaláltuk a módját, miként lehet látogatni. Ezt majd itt el fog hangozni. Aztán a Dunajvárosi Egyetemen fogjuk tartani Bagát Iszkander világhírű fotóművészünknek a kiállítását a tervek szerint, és a Pentelei Molnár János Barkóczi Rostipál emlékülést, ahol neves művészettörténészek felkészülten fognak jönni. És a későbbiek majd szó lesz egy vetélkedőről is, amire visszatérek. A dunajvárosi festőknek is lesz egy versenyfelhívása, az ifjúsági tájfotók készítőinek is lesz egy versenyfelhívása és kiállítása. A Bérli Rosti evezős események és kulturális programok megint egy soron szerepel, egy ifjúsági előadással, tehát kulturális része is van ennek a programnak. Ez pedig az 1862-es nevezetes Rotterdamtól Pestig Csolnak útnak az ihletése alapján fog megtörténni. A Bartók Színházban szeretnénk, ha fel tudnánk újítani Rostipál a meg nem írt memoár című előadást, amelyet 1919. márciusában tartottunk. És ezen kívül ez egy kis meglepetés, ezt még nem mindenki tudja, egy élménytúrát is közzéteszünk versenyfelhívással együtt. Aki a versenyen indul, a vetélkedőn indulnak, érdemes lesz az élménytúrát teljesítenie. Ez ezt itt részletesen ki is fogjuk fejteni, hogy meg lehessen érteni, illetve elérhető lesz, mert a QR kódot Tamás rendelkezésre fogja itt bocsátani, és itt rögtön közkincsé válik, amit most teszünk fel a felhőbe. A felhívás az szól a Dunajváros teljes vonzás körzetére. Tehát számíthatunk vidéki csapatok indulására is iskolai szinten, általános iskola kategória, középiskola kategória és felnőtt kategóriában egyaránt. A felnőtt kategóriában van vállalása az MMK-nak is, szintén a Rostipál Fotóklub kollekciójából Onodi Zoltán vezetésével egy kiállítást is fogunk segíteni. És a végén majd megemlékezünk itt most nem teljes körben elmondott alkotókról, közreműködőkről, szponzorokról, támogatókról, illetve a további gyűjtést hogyan folytatjuk. És nagy köszönettel tartozom a sajtó figyelméért. Az elhangzottak alapján a Pentele baráti kör is tenni fog arról, hogy mozgalmas legyen a 2024-es esztendő.